Mondom is a címet, jó? Már mindig a végén. Karácsony három botránya. Tehát ez a cím. Három botránya, és kezdjük is el mindjárt, mert nagyon sok igét akarok olvasni, és szeretném ezt az egészet elmesélni nektek a Szent Szelem által. Ez az első szemüvegem életem, első szemüvege, tehát ez körülbelül most már lassan tíz éves de megtaláltam. És mondanék néki az angyal, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és ime fogansz a és szűz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Isten a Dávidnak őző atyának királyi székét. És uralkodik Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Monda pedig Mária az angyalnak, mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek. És felelvén az angyal mondané ki, a Szent Szellem szárát, és a magasságos ereje árnyékoz meg téged, azért, ami születik is, Szentnek hivatik, Isten fiának. És íme Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant az fiat az ő vénségébe, és így már a hatodik hónapja neki, aki meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Mondta pedig Mária, Imhol az Úrnak szolgáló lánya, szolgálója, legyen nekem a te beszéded szerint. És elméne őtől az angyal, fölkefelelő Mária pedig azokban a napokban nagy sietséggel méne a hegységbe Judeának városába, bement Zakariás, stb. meglátogatta az Erzsébetet. Így kezdődik ez az egész projekt, és szeretném, hogyha átgondolnák, hogyha ma kiadnánk egy vállalkozónak, vagy egy vállalatigazgatónak, vagy egy püspöknek, vagy egy pápának, vagy egy akárkinek, hogy szervezze meg Isten fiának a földre születését, akkor ezt hogyan csinálná? Hát biztos, hogy nem úgy, ahogy a mennyei atya csinálta. Mert ez egy botrány. Ez egy botrány, az egész karácsony, ez egy botrány, ez ilyen gyönyörűen éneklünk, hogy így Jézuska, meg úgy Jézuska, és kőkemény az egész dolog. Ugyanolyan kőkemény, mint a te életed. És sokszor az ördög azt mondja, hogy a te életed, hogyha Istennel járnál, ha Isten szeretne téged, akkor nem történhetne meg egy csomó rossz az életedben, Vagy nem kerülhetné olyan nehéz helyzetbe, amiben belekerülsz. És sokszor vádlás téged és bántás amiatt, hogy, hogy bajba vagy. De most meg, meg szeretném mondani, most a prédikáció elején már, és erről fog szólni az egész prédikáció, hogy Isten nem hagy el téged a bajba. És az, hogy bajba kerülsz, az nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott, az nem azt jelenti, hogy ő nem szeret téged, hanem inkább azt jelenti, hogy sokkal inkább ott van melletted. És hinned kell azt, hogy bármilyen nehézségbe kerülsz, az Isten ott van melletted. Meg kell, hogy erősödjél ebbe. Figyel, ennél vegy tisztább dolog nincsen, mint hogy Isten elküldi az ő fiát, és ennél vegy tisztább képlet nincsen, hogy hogyan történik ez az egész sztori, ahogy megtörténik. Hát akkor most nézzük a, a botrányokat egy picit. Becsukjuk a nagybibliát, előveszük a sárga jegyzetet. Első botrány: Lukács 1.56. Marad a pedig Mária Erzsébetnél, mint egy három hónapig, aztán ha hazatére. És akkor a, a Máté 1.18, Mária az ő anyja, elegyezmény egy Józsefnek, mielőtt egybe kellett volna viselősnek találtaték a Szent Szellemtől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akará őt gyalázatba keverni, el akartá őt titkon, bocsátani. Tehát itt kezdődik az első botránya, ami a, karácsonynak az első botránya, hogy gyakorlatilag teherbe esik Mária úgy, hogy elmegy rokonház az Erzsébethez, mert tudja, hogy rokona, hogy, hogy, meddő az Erzsébet, és kétségbe van eső, hogy mi történik vele, hogy hogyan lehet az, hogy elmaradt a mensie, hogy hogyan lehet az, hogy, hogy hogy, 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 hogy mondja ezt el bárkinek is. Három hónapot marad Erzsébetni, három hónapot. Három hónap után lesz valószínű az esküvője, mert miután hazaért József, viselősnek találtat. Három hónapos terhesként találkozik Józseffel a vőlegényével. Hogy mondja el neki az egész sztorit? Hogyan? És azt mondja az írás, hogy József istenfélő ember volt ezért, ne haragudjatok, ezért mit kellett volna neki csinálni ezért? Na jó, van Csabikám, hát ez a vége. Hogyan prédikáljak így? Ennyire azért nem tudhatod a törvényt. Meg kellett volna kövesztetni Máriát az igének megfelelően. És csak úgy me mellesleg mondom, itt az ige hasogatás közepette, hogy az igét nagyon sokféleképpen lehet értelmezni az Isten igéjével meg lehet ölni a másik embert. És igazából az a fajta szellemiség, ami a mennybe van, és ami Krisztusban van a Szent Szellem, csak ő tudja egyedül értelmezni Istennek a beszédét. Emberi értelem erre képtelen, ezért a teológusok soha nem tudják megfejteni Istennek az igazságát. Soha. Csak a kijelentett ige, a kijelentés által kaphatod meg. De Isten félő ember volt, és mi, mit jelent ez, hogy Isten félő ember volt? Ez azt jelenti, hogy szerette az Istent, hogy imádkozott, hogy a szívébe e, Istennel járt. És nem volt képes arra, hogy az ő mennyasszonyát megszégyenítse, hogy az ő mennyasszonyát lehetetlen helyzetbe hozza, hogy az ő mennyasszonyát pellengén állítsa, vagy megkövesztesse. És ezért titkon el akarja bocsátani az ige ellenébe, a törvény ellenébe a törvényszegés itt kezdődik már Jézus születésénél. Nagy törvényes testvérek, itt kezdődik. Törvény ellenébe elbocsátja. Nem néz arra, hogy mit mond az írás tétel szerint, hanem arra néz, amit a szívébe az Isten kijelent. És Márjának el tudom képzelni Máriának a, a, helyzetét, ahogy, ahogy, ahogy ott van végtelenül, és, és és ahogy, ahogy te is ott vagy sokszor, amikor amikor tudod, hogy történt veled valami, hogy Isten valamit elkezdett az életedbe, és, és megjelenik a halál, és megjelenik a pusztulás, és megjelenik a lehetetlen szituáció. Hányszor volt így, és mindig így van. Ez mindig így van ma is. Abba a pillanatban megjelenik. Abba a pillanatban ott van. Ott van az ördög is, aki tönkre akarja tenni az Istennek a munkáját. Képzeld el, ott van. És ne, ne, ne ijedjél meg ilyenkor, hogy hogy, le, hogy létezik az, hogy a te életedben megjelenik a, a káosz, a félelem, a szorongás, az érthetetlenség, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz elmondani. Mert ugyanígy kezdődik Jézusnak a földre születése. Olvasom tovább az igéket, és a második botrányt, ez ott az első, gyakorlatilag, hogy... hogy Jó, mehet. A második botrány, a Lukács 2.7, és szüle az ő első szülött és bepoljára és helyezi őt a jászolba, mivel hogy nem volt helyük a vendégfogadó háznál. Ez a második botrány gyakorlatilag ez egy súlyos dolog. Ugye, hát már az is súlyos dolog, hogy teherbe esik, és gyakorlatilag nincsen tiszta házasságkötés, terhesen megházasodik, és hát mindenki azt gondol, amit akar, de hát Isten tudja, hogy, hogy nincs itt semmi baj. Valamikor nem tudod megmagyarázni a dolgaidat, csak a szívedbe érzed, hogy mi történik. És akkor Elmennek ilyen népszámlálásra, és úgy kerülnek Betlehembe, és egyszerűen mindenhol csúrik van minden, és nem akarom részletezni, de hát az Isten fia ott van, a király, Hát azért Mária gondolta, hogy azért valami csak lesz. Hogy behívja a vendégfogadós, és azt mondja a saját, a saját szobámba, gyere, gyere föl, ne is a vendégek közé, gyere, gyere a, 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 a privát helye. Hát itt van a király. Hát király fog születni. Itt nem véletlenül olvastam, király fog születni, uralkodni fog Dávid házán. Eljött Isten fia közénk. Egy istáló amikor nem vagy a padlón, nem biztos, nem biztos, hogy rossz úton jársz. Egy istáló. Jó. Jó szó, beszólt, hogy szarba vagy. Na most ezt hagyjuk. Az istálóról jutott ezt, hát jó, van. kreatív prédikáció, nem baj. Itt mindenki prédikál, gyerekek, ez a jó és főleg a Szent Szellem, őt engedjük. Tehát amikor, 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 el nem tudod képzelni, hogy ez veled megtörténhet, amikor el nem tudod képzelni, ha a jó úton jársz, akkor veled ez megeshet, akkor figyelj ide egy kicsit. Isten fia úgy jön, hogy elképzelhetetlen módon kitaszított, megvetett, Állapotba. A jászolba teszi bele Mária a bepójál gyermeket, amiből a, a, tehenek eszik a szénát. Na most itt, itt, azért nagy krak van. Azért azt lássuk meg, hogy nagy krak van, és beszélhetünk mi a bővölködő életről. Meg beszélhetünk arról, hogy adakozzá, és akkor jó sok pénzed lesz. Meg beszélhetünk arról, hogy amikor megtérsz utána a dicsőség fölfele, semmi baj nem lesz, de az Isten igéje nem ezt mondja. Az Isten igéje azt mondja, lehet, hogy lesznek nagyon nehéz napjaid Jézus mellett. És itt a király, és hol a védelem, hol a dicsőség, hol az erő, hol a korona. És az ember az ember úgy, úgy egy kicsit úgy megilletődik, és úgy egy picit úgy, ö, ugye nem szeretjük ezeket úgy. Ezek, nem szeretjük ezeket a hallgatni, meg, meg úgy gondolkozni rajta, de ez történik velünk, és, és azt gondoljuk, hogy nem vagyunk jó hívők, hogyha ilyen dolgok történnek velünk, hogy bekerülünk egy, egy padló helyzetbe. De ha belekerülsz egy padló helyzetbe, tudd meg, hogy Isten szeret, és ott van veled. Ott van veled Jézus, ott van veled Jézus, és ő volt abban a helyzetben, amiben te benne vagy. A harmadik botrány, Máté 2.13.14, megjelenik az Úr Angyala Józsefnek álomban, és mondja, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked, mert Herodes halára fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén vevé a gyermeket, és annak anyját éjjel Egyiptomba távozik. Na most ide figyeljetek, Megszületik a megváltó Izrael kirája, és mindjárt meg akarják ölni. Ne szólják ki, csak csuk, csukjuk be az ajtót, hogy valamit csináljunk. Két prédikátor mégse lehet egy terembe. Gondolj bele, hogy éjszaka József, akinek semmi köze a gyerekhez. Nem is érti az egész szitut. Szerintem lehet, hogy abba is halt bele, mert utána nem nagyon, nem nagyon lehet Józsefről olvasni, érted? József úgy elvállalta, beváltalta az egészet, de úgy, úgy, a végén már nincs ott, tehát Mária ott van, de József az már, hát ez, ez úgy, egy férfinek azért ez feldolgozhatatlan, Egy mi már tudjuk, persze, annyiszor hallottuk, de ez nem felfogható, nem megérthető, abban az időben meg pláne nem volt az, egy botrány történik Isten nevébe, és ő hozzá, és jön állandóan az angyal. Voltak testvére, hát jó van, rendben van. Jön hozzá az angyal, egyszer azt mondja, hogy ne, ne bántsad Máriát utána, meg azt mondja, hogy most pedig menjetek, mert meg fognak ölni emiatt a gyerek miatt mindenkit megölnek. Her Egyiptomba megy el, ugyanúgy, ahogy József Egyiptomba kerül, és tulajdonképpen az egész bibliai kép kezd összeállni, hogy Egyiptomból hívom ki a fiamat, ahogy Egyiptomból jött Izrael is, és elfoglalta az ígéret földjét. És Gyakorlatilag azon az éjjel abban a pillanatban fölkel és elmegy. És arra gondoltam, hogy hát József az egy vállalkozó volt, tehát. Ács, ács, mi van, Odriskám? Ja, érted. Oké, rendben van, tudsz mindent, jó. Oké, ide. Tehát, és elmenni Egyiptomba egy kisgyerekkel... Kérdezz, tényleg... Ne elmegyünk, csak úgy örülök, örülök a, örülök a testvéreknek, tehát érted? És arra gondolni, hogy, hogy ahogy, ahogy elmenne egy idegen helyre, egy, egy más országba diszidálni, amiatt a király miatt, aki Izrael királya, hát azért ez egy nagy lebőgés. Ez egy nagy lebőgés, és igazából van az életünkben sok ilyen nagy lebőgés, amikor aztán végképp nem áll össze a kép amikor aztán végképp nem érted meg már az egészet, amikor már végképp az egész úgy összekuszálódik, és hányszor volt ilyen gondolatod, hogy hogy kerültem én ebbe bele? Nem volt ilyen gondolatod? Na látod. Ho mit keresek én itt? <laughs> mit mondasz, Zsuzsika? Keveset keresek? Azt mondja, hogy ő keveset keres, tehát azért jó, érti már a predikáció lényegét. De csak úgy, úgy, érdekességképpen mondom, hogy azért Isten, azért Isten mindig mellénk áll. Ezt a három elég nagy botrányt találtam itt mindjárt az elején, és hat olyan dolgot találtam, ami viszont felemeli őket. Tehát úgy néz ki, hogy miközben három dologba a padlót fogsz, hat szoros, nem hatszoros, szoros, kétszeres segítséget kapsz. Mindig ott van a segítség, ezt ne felejtsd el. Mindig ott van a megoldás. Mindig ott van a tovább. Most csak gondolkodom ezen a, a újrakezdésen Egyiptomban Több évet voltak Egyiptomban, amíg meg nem hal Herodes. Tehát nem, nem, nem egy-két évre. Ott el kellett kezdeni a vállalkozást. Hogy miből? Na, no, Réfi, miből csinálták? De miből, hogyan vett szekert szét? Kölcsönben. Nem, nem, az arabok nem adtak neki érte. Diákite, nem, nem, nem. Nem, nem. Nem, nem, korkedvez, nem, 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 nem. Nem, nem, nem. Csabi, igazi jó magyar. Ki ma igazi tanár? Na? Ez az. Na, ez az. Aranyat tömét, Nem, nem, nem. Nem kell. Csabi Nem. Tehát azért volt ott egy olyan olyan megoldás, ami ott volt, ott volt, és lehetett tovább lépni. És mindig ott van a megoldás az életedbe, amikor padlón vagy, valamikor nehézségbe kerülsz. Mindig ott van Istennek az. Csak amikor túlságosan elkeseredsz, és túlságosan azt gondolod, hogy te szerencsétlen vagy, hogy te hogy történhetett ez meg veled, hogy engedhette meg az Isten, mikor te imádkoztál, te hittél benne, és hogy kerültél. Ezen a gondolatmeneten nem tudsz tovább jutni. Ebbe a gondolatmenetben valóban padló maradsz. Ebbe a gondolatmenetben tönkre mész. Ezért mondja, hogy ne engedd, hogy a keserűség felnőjön a szívedbe. Ne engedd az, hogy tönkre tegyenek a hitetlen gondolatok, hanem légy hívő, végig, 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 végig. Végig legyél hívő, és végig. Győződjél meg, és győzd meg a szívedet, hogy Isten itt, most szeret, és gondoskodik rólad, és meg fogod látni az Úr dicsőségét akárhova kerülsz. Mert nem könnyű senkinek sem. A padlóban a jegyzetem, A jegyzetem már padlóra került. Hát nem baj, nem baj, az Isten már gondot visel rólatok, hogy ne sokáig hallgassátok ezeket a dolgokat. És... Igazából most szeretnék egy-két ilyen segítséget felolvasni csak ezzel kapcsolatban, azt úgyis is tudjátok, de nem baj. A Lukács egy ú, apám. A Lukács egy mondtam, a Kato, hogy tanuljam már meg a, a laptop használatát. Lukács 142 Betelék Erzsébet szent szellemmel és fenszóval kiáltva mondán. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, és honnét van az, hogy nekem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám. Tehát ez volt az első olyan bátorítás Máriának, ami igazából bocsánatot, de egy fogozó pont volt. Szükségünk van a hitharcunkban fogozó pontokra, hogy kapjunk valamit, egy bátorítást, egy telefont, egy levelet, egy, egy igét, egy, egy, érintést, egy, egy gyógyulást, egy, egy valami, valamit kapjunk, mert szükségünk van, amikor a sötétség. Ez a Mária, ez nagy sötétségben menekül Erzsébethez, mert nem tudja, hogy mit mond a férjének, hát megkövezik, hát mindent tud, menekül, 60 kilométert megy egyedül, és amikor odaér, egyszerűen azt mondja, hogy lehet az, hogy az uramnak az anyja jön hozzám, repesett a méhembe a gyerek, Ádott vagy te az asszonyok között, betelik Mária szent szellemmel, és akkor jön a magnifikát, amikor mondja, áldja én lelkem az Urat. És elkezd imádni, imádkozni Mária, betelik szent szellemmel, mert az Isten mindig meg akar látogatni téged, képzeld el, nem fog elhagyni. Mindig be akar tölteni az ő bátorításával. És amikor nagyon nehéz, akkor különösen számíthatsz rá, hogy érkezik, nem késik el. És ez, ez az első ilyen nagy segítség, ami ugye mondtuk, hogy a három botrány, és akkor a három, a hatból, a hat segítségből ez az első. Mindig kétszer annyi segítséget kapsz, mint terhet. Mindig kétszer annyi bátorítást kapsz, mint, mint, mint nehézséget. Ugye a gondolatokról beszéltem, és képzeljétek el, a rossz gondolatokba el lehet veszni de mindig kétszer annyi jó gondolat lehet, mint rossz. Kétszer annyi. És még, mi, mi mégis a, sokszor a, 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 fele annyi rosszon gondolkodunk. De ne gondolkodjatok a rossz dolgokon. Kétszer annyi jó van az életetekben, amin gondolkodhattok, amiről beszélhettek. Sokkal jobb dolgok vannak, mint gondolnátok, és amikor meglátjátok ezeket, akkor áldani fogjátok az Isten. A második, a Lukács 2.13.14. És hirtelenséggel jelenek angyaloknak serege, mennyeri seregek, sokaság, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják, dicsőség a magasságba, most menjek be az Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ezt mondják a kint pásztoroknak, akik a juhokat őrizték, hogy, hogy üdvösség jött hogy dicsőséget mondtak az angyalok, megnyílt a menny, és az egész mennyei sereg imádta az Istent, és azt mondja, a földön békesség, és a földön jó akarat jött a mennyből. És ezek a pásztorok annyira meg voltak érintve, hogy elmentek, és azt mondták, hogy azt mondják az angyalok, hogy jászolba pójával takarva fogjátok megtalálni a királyt. És akkor elmentek, és meg. Megtalálták és imádták ott őt. Tehát mi történik ott azon a, azon az elvetemült helyen megjelenik az Istennek a dicsősége. És itt ez két segítség is. Az egyik az, hogy a pásztorok maguk oda mentek, és, és imádták Jézust, és ott voltak személyesen, a másik pedig az, hogy elmondták a pásztorok, hogy a menny ünnepli azt, hogy Jézus lejött a földre és békesség jön az emberekhez, és jó akarat az Istentől. Az Isten megbékél az emberrel, és az Isten jó akarat, jó, akaratu, jó akaratot hoz az embereknek. És ez volt a, mondhatnám úgy, hogy harmadik, második, a mindegy, te most már tök mindegy ilyen számokat nem akarok mondani, de nem ragad a lapon, pedig eddig ragad. A következő, Máté 21.11. Tehát ez a negyedik, mert az angyalokat és a pásztorokat kettőnek vettem. Hol van a zsidó királya? És bemennén a házban, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tettek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. Tehát láttuk, hogy megjelenik a, a, megjelennek a bölcsek, és ezek a bölcsek, mint, mint királyt ün, ünneplik. Bocsássatok meg, ezzel, ne haragudjatok, ez a lapok, ez kész vége, ez tragédia. Na, tehát mint királyt ünneplik, és azért eljöttek, ez, ezek nem zsidók voltak, ezek nem tudjuk, hogy kik voltak, ezek a nem, ugye, persze nem Gáspár, Mennyhért és Boldizsár, tehát azért ennyi tisztázunk. Isten küldte őket, akik tudták, hogy a zsidó királya megszületett. Olyan érdekes az egész folyamat Jézus megszületésénél arról tesznek bizonyságot, hogy ő egy király, kik? Nem a zsidók, hanem a napkeleti bölcsek. És befejezéskor odaírják Jézus keresztény a zsidók királya. Názáreti Jézus a zsidók királya. Megint nem a zsidók, sőt, ők tiltakoznak, hanem a római százados oda szegezteti fel ezt. Tehát valóban király volt a mi királyunk, de így született, és így ment el, azért ez, ez, ez azért egy kicsit ö, ö, olyan elgondolkoztató. És aranyat, tömjént és mirhát hoztak, tehát azért istálóba bevinni ezeket a dolgokat, azért, azért, azért ez nem semmi, ez nem egy ilyen kicsi dolog, ahogy oda letették és és nem tudom, hogy, hogy hogy volt bátorságuk elhinni ezt az egészet, hogy, de a csillag megállt az istáló fölött. Nem tudtak mit csinálni. Biztos nem akartak volna bemenni. Maguktól biztos nem mentek volna oda, de megállt az istáló fölött. Beragyogott a fény. Lement egészen oda. A szívük közepéig, és érezték, és tudták, hogy itt van a király. Itt van a király, mindegy, hogy hogy néz ki az egész körülmény. És higgyétek el, hogy ez így van mindig ma is. Lehet, hogy a külső dolgok mást mutatnak, de az Isten a szíveden keresztül akar vezetni téged. Lehet, hogy, hogy úgy, úgy történnek események, ahogy nem számítottál rá, nem képzelted el, de Isten azt akarja, hogy legyél bátor, lépj be. Lépj be abba a szituációba, ami nem tervezhető, ami nem elképzelhető, ami, amit ne, fel se tudsz fogni, hogy, hogy ez hogy van nyugodtan bátra lépébe, ha az Isten jelenléte ott van, ha az Isten érintése ott van, ha az Isten dicsősége megjelenik, akkor te ne féljél. Ne félj semmiképpen, mert Isten megáll téged. A következő a ötös, ötös bátorítás, Lukács 2.30 Simeon, róla szó, ez egy öreg ember volt, aki várta várta a messiást, várta Izrael üdvösségét. Képzeljétek el, hogy 400 évig nem volt Izraelbe profétai szó. 400 évig nem szólt senki Isten nevébe. 400 évig csak vártak, hogy legyen már valami. 400, és begyorsulnak az események. És most megmondom nektek, általában így van ez a mi életünkben is. Van egy hosszú idő, és úgy néz ki, hogy nem történik semmi. És egyszer csak begyorsulnak az események. És amikor begyorsulnak az események, akkor már nincs idő imádkozni, akkor nincs idő gondolkodni, akkor nincs idő már ide menni, vagy oda menni, hanem egyetlen egy dolgot tudsz, hogy részt veszel benne. És ugyanezt történik itt is, hogy Simeon ott vár évekig, évtizedek óta imádkozik, és egyszer csak, egyszer csak Viszik Jézus nyolc napos korában, ekkor még nem menekülnek el Egyiptomba, tehát a, itt egy, a bibliai igék nem egymásnak ellentmondónak, hanem fedik itt egymást a dolgok. Igazából Herodes az, az két éves gyerekeket és annál fiatalabbakat ölet meg. Betlehemben minden gyermeket megölet, és és azért két éves, mert, mert itt azért intervallumok vannak, amíg mennek a királyok, amíg jönnek, kikerülik, kiderül, hogy nem mentek vissza hozzá. Egy csomó idő eltelik. Közben Jézus bemutatják a templomba, körülmetélik, nyolc napos korába, és nem bárányt mutatnak be, nem egy bikát vagy borjut, hanem vadgalambot, a legszegényebbeknek az áldozatát, egy kis gerlicét mutatnak be. És akkor jön oda Simeon, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden nép számára. Világosságul a pogányok megvilágosítására és a te népednek, Izraelnek dicsőségére. Gyönyörű, nem? Azt mondja, oda megy, imádkozik egy vénember, egy vénember jön oda, nem a zsinagóga feje, nem a templomba szolgáló papok közül sokan, hanem egy öreg ember, aki a Szent Szellemmel telve volt. És olyan, olyan szép ez az egész történet, hogy Isten az mindig a szíveket vizsgálja. Őnek nem a pozíciók szám, uh, számítanak, nem nem az anyagi uh, javak, hanem egyszerűen a szíve az embernek. És ennek a, az embernek terve volt a szíve szent szellemmel. A hatos vigasztalást azt anna adta, a Lukács 3.38. Oda lépett hozzá, tehát. és adott Istennek. Azután mindazoknak beszéd Jézusról, akik Jeruzsálemben megváltását várták, stb. stb. Ez az Anna. Ennyit a jegyzeteimről. És erre várt ő, miután meghalt özvegyasszony volt, nem ment férhez, és a templomba bőtöléssel és imádsággal szolgált, így írja az Ige. És itt van, ez mind-mind-mind bizonyság volt Márjának és Józsefnek. Hogy itt azért nem csak a nyomorúság van, nem csak az Istáló van, nem csak Heródes haragja van, nem csak az is, a, a, a menekülés van, meg a, a, a negatív dolgok, hanem megjelenik az Isten dicsősége. Megjelenik az Istennek a jelenléte. És képzeld el, hogy ez velünk is mindig így van, hogy megjelenik az Úr ott, ahol nem gondolnád, ott, akkor, amikor nem számítana rá. És úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb botrány egyébként Jézus személyének, egyébként a farizeusok később mondják is, hogy mi nem paráznaságból születtünk, mint te, mondják neki a farizeusok. Tehát a farizeusok pontosan tudták, utána nyomoztak, hogy Jézus körülbelül három hónapos terhes volt Mária, amikor el, összeházasodott József Márjával. De egyébként nem élt vele nem életet addig, amíg meg nem szülte Jézust, így írja az írás, és utána születtek Jézusnak testvérei. Ezt is mondja az írás. Tehát igazából megjelent, megjelent ez az egész történés, és ez az egész történés ma ugyanúgy történik. És maga a kegyelem születik meg. Tehát azért beszéljünk egy kicsit a kegyelemről, mert ebbe a gyülekezetbe az Isten ezt a üzenetet bontotta ki, és ebbe vagyunk benne, és nem csak a, ebbe a gyülekezetben, hanem az egész világon ezt akarja az Úr, hogy helyreálljon az egyháza. A kegyelem ugyanis nem pusztán egy üzenet vagy egy teológai tény, hanem a kegyelem maga egy személy és az Jézus Krisztus. Tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy, egy teológiai gondolatot osztunk meg, hanem Jézus személyét. Jézus személye ugyanis az nem, 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 azért jött, hogy megbüntessen bennünket, hogy, hogy kiátkozzon bennünket, hogy a pokolra taszítson bennünket, hanem hogy békességet hozzon, hogy vel, Immanuel velünk az Isten, hogy ahogy aztán bemerítő János mondja, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, stb. 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 az a proféciákban is itt most elhangzott, hogy az Isten annyira közénk akart jönni, hogy átérezzen bennünket, hogy velünk legyen, hogy megváltson bennünket, és ahogy Ádámba elbuktunk, úgy ő benne helyreálljunk. És most befejezésű szeretném mondani a, a, ezt a botrányt, ami mai napig tart, és botrány, valahogy valahogy mindig, minduntalanul, újra és újra. és Ez a Róma 5 van egy-két ige, amit elolvasnék, aztán utána be is fejezném. A Róma 5 azt mondja, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szelem által kiadatot nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk a maga idejében, meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, a jókért talán csak meghalna valaki, de Isten pedig mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az övére által, sokkal inkább megtartatunk a harag elől ő általa. Mert ha, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Na, ez az igeje, ez az írás, ez a kegyelemnek az egyik uh, sarkalatos pontja, több is van, most olvashatnék rengeteget, de ugyanolyan botrányos, hogy, mint hogy Istálóba születni a királynak, hogy menekülni Egyiptomba, éjszaka, hogy nehogy megölje, uh, József, érdekes, nem azt mondta az Isten, hogy na akkor figyelj ide, akkor leküldök itt egy csomó angyalt, és úgy megverik a heródest, hogy attól fog koldulni. Aztán majd megtudja, hogy ki az erős, meg ki, kitől féljen. Majd megtanítjuk Móreset. De nem ez történik. Kiszolgáltatott lesz az Isten fia, és a körülményekbe jön be az Isten ereje. A te körülményeidbe akar az Isten téged meglátogatni. Ez az írás arról szól, hogy az Isten a bűnösök barátja. Erről szól, hogy amikor még bűneinkben voltunk, ő meghalt értünk. Amikor még bűneinkben voltunk, ő lejött, hogy, hogy megbékéljen az emberrel, hogy meghaljon, hogy hogy, hogy beleszülessen Ádám bőrébe. És igazából ez, ez még elfogadható. Ez még elfogadható, de ennek a folytatása az az ige, ami a ma, ma botránya minek után azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag elől ő általa. Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek után megbékéltünk vele. Ez azt jelenti, hallgatom a vumeket, és egy nagyon-nagyon csodálatos tanítást adott, érdemes egyébként hallgatni. De azt mondja, hogy ha ma bejön egy részeg ember a gyülekezetbe, egy hitetlen, aki nem hisz Istenbe, akkor oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, hogy Jézus szeret téged, imádkozunk érte, és azt mondjuk, hogy figyelj, meg tud szabadulni, stb. átadja Jézusnak az életét, stb. stb. és csodálatos, nagy szeretettel veszük körül. Ha ma, ma bejön a gyülekezetbe egy részeg hívő ember, akkor azt mondjuk neki, hogy neked nincs kegyelem, mert bűnbe vagy, hogy gondolod, mit gondolsz, és különben is. De ez az írás azt mondja, hogy mennyivel inkább megtartatik az, aki már Istent elfogadta és újjászületett, mint az az ember, aki még el se fogadta. Mennyivel inkább tiéd a kegyelem, és mennyivel inkább tiéd a megmentés Jézus Krisztusban. Nem gondolkozhatsz gonoszul az Istenről, mert az Isten nem gondolkodik így róla, és ez a felállása a hívőknek, mert a hívők is elesnek. A hívők is belekerülnek a nehézségbe. Sőt, van, hogy bűnbe kerülsz bele. És akkor nem mondhatod azt, hogy a komlás vége hívő létemre, hogyan kerülhettem ebbe bele. Ez egy botrány. Ez az evangélium, ez egy botrány, mert azt mondják, hogy akkor, ha hívő vagy, akkor nem eshetsz el, akkor nem történhet ez meg veled, de megtörténhet, és elesnek a hívők is. Az Ervinnel, amikor beszélgettünk 7-8 évvel ezelőtt, mondtuk, hogy több hívő van a gyülekezeteken kívül, mint bent. Kétszer vagy háromszor annyi van, mert elestek, mert elbuktak, mert bűnbe kerültek, és nem mondjuk azt nekik hogy Jézus szeret benneteket. Nem mondjuk azt nekik, hogy Jézus meghalt értetek. Nem mondjuk azt nekik, hogy gyere úgy, ahogy vagy, mert Isten veled van, azért jött le a mennyből, hogy odadja az életét, érted? Mennyivel inkább, amikor már te megismerted, mennyivel inkább, amikor már te hiszel benne, mennyivel inkább, amikor már te döntöttél mellette, megment téged. És képzeld el, ez a skrizofilm állapot, amikor azt mondjuk, hogy igaz, kegyelemből van a megtérés, és, ut és utána bevisszük a törvény alá, és megnyomorítjuk az embereket, nem tudnak fölállni, és nem tudnak menni Jézussal. Az egyház beteg, mert a test az alkalmatlan arra, hogy, hogy, Alkalmatlan arra, hogy Jézussal járjon. Alkalmatlan arra, hogy, hogy szent legyen, hogy igaz legyen. De az új szövetségnek pontosan az lett az örömhíre, hogy Jézus Krisztusban alkalmasakká lettünk. Kész van minden, teljesen el lett végezve. Amikor azt mondja Jézus, hogy elvégeztetett, akkor el lett végezve. És nem véletlenül, nem véletlenül jön így Jézus be és nem véletlenül botrányosan jön. Ma Jézus, ma botrány. Komolyan. A vallás nem botrány, a vallás az szép állítatós, az a politikával egyezkedik, az az anyagi megélhetést, az növeli, a lelki pásztorok az gazdagodnak, de Jézus személye van botrány. És botrány is fog lenni, ahogy az elején botrány volt, most is botrány. És én szeretnék most karácsonykor azt üzenni mindenkinek, hogy álljon fel, mert Jézus szereti őt. Álljon fel, mert Jézus érted jött el, Azért, hogy ne maradj a sárba, hogy ne maradj a depressziódba, hogy ne maradj a, a nyomorúságodba, hogy ne maradj benne az elvetettségedben, ne maradj benne a, a, a fusztráltságba, a depressziódba, ne maradjál benne abba, abba a vádlásba és kárhoztatásba, amibe a sátán téged bele akar rakni. Persze, Persze tudjuk jól, hogy hibázunk, és persze tudjuk jól, hogy bűnt is elkövetünk. És amikor elkövetjük a bűnt és hibázunk, akkor jön a vádló, és azt mondja, látod, ez emiatt van. Most nem érdemled meg az Isten szeretetét. De amikor még bűneinkben voltunk, akkor már meghalt értünk. Mennyivel inkább most szeret bennünket? Mennyivel inkább? Ez, gyerekek, ez forradalmi gondolat. Ez nem arról szól, hogy ki mit érdemel. Az ördög azt mondja, hogy az Isten akkor jobban szeret téged, hogyha jobb fiú vagy. Nem, az Isten szeret téged, ugyanúgy szeret téged akkor is, hogyha nem vagy jó fiú. Az más kérdés, hogyha nem vagy jó fiú, ez neked rossz. Az más kérdés, hogyha te állandóan elbuksz a bűnödbe, akkor a bűnbe benne van a büntetés, tönkre megy az életed. De Isten nem szeret kevésbé téged. Isten nem fog elfordulni tőled azért, mert gyenge vagy, mert bűnbe kerültél, mert elestél. Nem fog ott hagyni téged. És ő ott vár állandóan, ott lent. Ott van lent, mert ő lement, teljesen lement a padlóig. Hogy ott, amikor te padlón vagy, ott van. És tudjad, ott van. És szól hozzád. És, és úgy, gondolom, úgy gondolom, hogy ezt nem mertük elhinni. Ezt nem mertük elhinni, mert azt gondoltuk, hogy mi méltatlanok vagyunk, de méltatlan is voltál mindig is. Hidd el, hogy nem az életé méltó, mert valamit elértél, és akkor Isten most megadta neked, vagy valamit már abba hagytál. És amikor ebbe megyünk tovább, én szeretném azt is mondani, hogyha ebbe az életbe kezdünk el mozogni és működni a kegyelembe, ki a Facebook oldalra egy gondolatot a Joseph Prince-től, ahol arról beszél, hogy, hogy a bűnnélküliséget az Isten kegyelme okozza. És igazából én azt mondom, hogy a kegyelem azt okozza bennünk, képzeljétek el, hogy megértjük azt, hogy Isten mennyire szeret bennünket. A kegyelem azt okozza bennünk, hogy nem csak hogy megértjük, hanem elkezdjük Isten szeretni, és ő is, ő mi, minket, mi meg őt, és ezen keresztül elkezdjük, még nincs hat óra, apám, elkezdjük szeretni egymást. A legnagyobb kihívás az, hogy egymást tudjuk-e szeretni. Arról ismerjük meg, hogy az Isten fiai vagyunk, hogy egymást szeretjük. Ez a kegyelem kiüti, kiüti, kiüti a sötétséget. És bejön az élet a családodba, és most megmondom nektek, hogy ez nem olyan, nem olyan egyszerű, nem olyan egyszerű, hogy szeretni a bűnöst. Nem olyan egyszerű, mert a bűnösre te haragszol. Én is. Emberileg. Most nem magadról beszéljünk, beszéljünk a feleségedről. Na, jó. Na igaz? Na, bogár is mondja, jó. Vagy a férjedről. Vagy a gyerekedről. Vagy amikor olyan csinál, olyan mond, ami, ami nem jó. Hogy, hogy tud, figyelj, ha te, átéled, hogy téged az Isten bűnösként szeret, és téved, amikor tévesztésekben vagy is benne, ott, vagy, ott van melletted, mert nem akar téged megszégyeníteni és tönkretenni, akkor te is képzedel így kezdesz el gondolkodni és viselkedni a szeretteid felé. Átalakul az életed kegyelem centrikussá és amikor kegyelem centrikus lesz az életed, megverhetetlen vagy, legyőzhetetlen vagy. Nem tud az ördög közeledbe se jönni. Ugyanis ebbe akkor a győzelem van, amitől retteg az ördög. Ebbe akkor a szabadság van, amitől nem, nem tud vele mit kezdeni. Amikor te már nem fész attól, hogy elesel vagy nem esel el. Amikor nem fész attól, hogy gyenge vagy, vagy erős vagy. Amikor már nem attól félsz, hogy vannak hibáid vagy nincsenek, hanem bemész az Isten szeretetébe, és tudod, hogy Isten nagyon szeret téged, akárhol tartasz, akár mibe bukdácsolsz. Szeret téged, és állandóan odajössz, mint a kisgyerek odajön az apjához, az anyához és átöleli, mert tudja, hogy az apja és az anyja oltalom és védelem neki. Ez a ez a. Ez a, ez a fajta gondolatmenet, ez ma is botrányos, és ma is olyan, amit, amit nem akarunk magunk tenni, mert mi a törvényt akarjuk magunk kévá tenni, mert az élet fájáról nem ehettünk, hanem ettünk a jó és a gonosz tudásának fájáról. Ezt nem akarom, már, már mondtam. De ma is a jó és a gonosz tudásának a fájáról akarunk élni, és ez szerint akarunk élni, de be kell fejezned. Meg kell, hogy bocsáss, el kell, hogy enged. magadnak is, a másiknak is. És amikor ebbe belemész, akkor elkezd az Istennek az ereje kiáradni a szívedbe. Elkezd megjelenni az Istennek a gondviselése, az Istennek az ereje. És úgy gondolom, hogy, hogy amikor József is és Mária is, ahogy elkezdtek járni ezen az úton, azért ez nem volt egyszerű út, ezért is hoztam ezt a példát, mert Istennek a kegyelme pontosan úgy jött be a világba, hogy nem számított módon, nem elvárt módon, nem vallásos módon, nem lehetett ezt az egészet felfogni, csak elhinni. És amikor kijelentette Jézus, ugye múltkor beszéltünk magát a tanítványainak kijelentette, és azt mondja, te vagy az Isten fia, te vagy a megváltó. És azt mondja, mert látalak a fügefa azért mondod. Hát nagyobbakat fogsz látni, amikor kijelentésben megismerjük ezt az Istent. Én nagyon örülök, hogy ebbe a közösségbe Isten ezt kibontja közöttünk, nagyon jó veletek lenni. Amikor ez áttörik, minőségi változás fog történni. Én az én saját életemben ez a, hát ahogy is mondjam, a legnagyobb, legnagyobb nem most, hogy harcom, hanem inkább úgy, hogy a legnagyobb változás, ami, 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 bennem van. Ez a változás többek között azt is hozza majd, amikor meglátjátok azt, hogy a hit nem arról szól, hogy neked hinned kell, hogy elérjél valamit, hanem amit Isten elért és odadott, az hittel tudod átvenni egészen más. Ez egy egészen más dimenzió. Amit Jézus odadott, azt kell elhinned, és azt kell elvenned. Nem te ugráltatod a Szent Szellemet, meg az Istent, hanem te ráhangolódsz arra, amit az Isten gondol és ad. Egészen más dimenzió. Nem a te emberi erőd, nem a te teljesítményed, hanem az Isten fog meghatározni téged. Fölülről fogsz élni, fölülről születtél, és Istennek a, a, a gyermeke lettél, aki teljesen szent és tiszta. Te szent és tiszta ember vagy. Amen. Jézus Krisztusban. Ez a valóság. És ez meg fog látszani, amikor ezt elkezded elhinni és megvalósítani. Amen.